a Kocsis Pál mezőgazdasági és környezetvédelmi szakgimnázium és szakiskola elődjét 1929-ben alapította a Duna-Tisza közi mezőgazdasági kamara. Az intézmény akkor 140 holdnyi európai hírű mintagazdasággal rendelkezett. Bár az iskola az elmúlt évtizedek alatt sokat változott, küldetése azonban nem. Itt képzik ugyanis a jövő mezőgazdasági szakembereit az egész régió számára. Meg lehetünk elégedve az idei évvel, mind a beiskolázásunk jól sikerült, sőt, jelen állás szerint a következő évre is sikeres beiskolázást tudhatunk be. A képzéseink részben környezetvédelmi képzések, részben pedig mezőgazdasági jellegű képzések, szakgimnáziumi képzéseink között tudjuk ajánlani a környezetvédelmi technikus képzést, a parképítő fenntartó technikus képzést, szakközépiskolai képzéseink között pedig a kertész, dísznövénykertész, virágkötő, virágkereskedő és családi gazdálkodó képzéseket. Az iskolának 250 tanulója van, akik évről évre sikeresen sajátítják el a szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. Földet föltöltjük, vigyázunk, hogy ne a leveleket benne takarjuk, nem nyomjuk meg, hogy ne fulladjon meg a gyökér. Az üvegházakban gondozott növények, zöldségfélék és a szebbnél szebb virágok nagy részt a diákok kezemunkáját dicsérik. Az üvegházban rengeteg féle szobanövényt és elsősorban dísznövényt állítunk elő. Ezek között vannak ugye egynyáriak, amelyeket mindenki ismer, felhasznál a saját otthonába a kertnek, illetve a balkolládáknak a díszítésében, illetőleg hát a szobanövényeket ugye a szobának a díszítésére használják. Ezek a növények zöme, ez itt kerül szaporításra, illetve nevelésre. Ezen kívül az üvegház szolgál még a kertészképzésben a palánta nevelés, illetve a palánta előállítása. Az egész évben gondozott növények nem csak azért vannak, hogy az itt dolgozók gyönyörködjenek bennük, hanem értékesítik is azokat, a bevételeket pedig visszaforgatják a tangazdaság fejlesztésébe. Az értékesítésre szánt és előkészített növények közül ugye van egy kínai szegfű kollekció itt az asztalon, illetve itt látunk a többi ládába szőlővirágot, ezek is nagyon szép díszítő növények. Aztán itt van ugye a gazánia vagy napvirág névre hallgató virág, ami azért napvirág, mert ugye a napfény hatására nyílik ki, és hát a hamvaska is a kertek egyik fontos dísze. Ezeket a virágokat a tangazdaságba látogatók és a vásárlók mellett kiállításokon is rendszeresen láthatják az érdeklődők. Az iskola ugyanis rendszeres résztvevője a kecskeméti, illetve a régióban megrendezett fesztiváloknak, mezőgazdasági rendezvényeknek. Rendszeresen igyekszünk részt venni a helyi, illetve Kecskemét körzetében lévő rendezvényeken. A hétvégén helyi termék ünnepen veszünk részt, ez a város főterén kerül megrendezésre, illetve szombati napon az Agrárkamara szervezésében lesz egy kertészeti kiállítás, vásár a domb körül, a Vízműdomb környékén, ahol szintén ott leszünk. Számunkra nagyon fontos, hogy ezeken a rendezvényeken megjelenjünk, hiszen be tudjuk mutatni azt, hogy vagyunk, milyen szép termékeink vannak, milyen ügyesek a fiataljaink.